Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai napon. Köszönöm szépen, hogy ilyen szép számban elfogadták a meghívásunkat. Engedjék meg, hogy köszöntsem ma esti díszvendégeinket, mindenkelőtt Csepregi Nándor államtitkár urat, miniszterelnököt, Gábor országgyűlési képviselőnket. És nagy szeretettel köszöntöm igazgató urat is, Tanárki Gábor igazgató urat, kormányhivatalnokot. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hölgyeim és Uraim, mindannyian tudjuk, hogy április 8-a milyen fontos szerepet tölt be a magyarság, és így ezáltal a polgár életében is. Egy másodpercet, hogyha megengednek, szenteljünk arra, hogy végigtekintsük az elmúlt 4 évünket, és azokat a fejlesztéseket, és azokat a feladatokat, amelyet a polgári kormány által lehetőségünk kapott polgári. Mindannyian tudják, hogy évek óta húzódó problémákat fogunk tudni megoldani a közeljövőben, amelyekre a forrásokat már megkaptuk, a pénz itt van nálunk, és most már csak a képviselőtestületen múlik a feladat, illetve azon, hogy választunk egy olyan kormányt ennek az országnak az élére, aki a megkezdett munkáját tovább tudja vinni. Polgári évek óta küzd azzal a problémával, hogy nincs bölcsödei ellátás a településen, egy városban, egy 7000-es városban. De a magyar kormány erre egyértelmű választ adott, hiszen a kötelező érvényi bevezetés mellé oda tette a forrásokat is, polgári pedig eredménnyel pályázott. Így nagy örömmel már egyébként mindannyian tudjuk és beszéltünk róla, hogy polgári 300 millió forint kormányzati támogatást kapott bölcsöde és óvoda építésére. Polgármesterként nyilván nekem fontos az, hogy a fiskális szempontokat szem előtt tartsuk. Tehát nagyszerű, hogy építünk óvodát, de miből tartjuk fenn? Épp ezért polgári város képviselőtestülete a koncepcionális városfejlesztés jegyében úgy döntött, hogy az ipari képességét is fejleszti. Ezzel fordultunk kéréssel a megyei közgyűléshez és képviselő úrhoz, és 250 millió forint támogatást kaptunk arra, hogy az ipari kapacitásainkat fejlesszük. Ha fejlődik az ipar, nő a bevétel, fent tudjuk tartani azokat az értékeket, amelyeket közösen hozunk létre. Én arra kérem Önöket, hogy ebben a jövőben is legyenek partnerek ezekben a fejlesztésekben. Álljanak a képviselőtestület és a magyar kormány mellé, hogy közösen tovább tudjunk menni ezen az úton. Azt gondolom, hogy ilyen produktív időszak, mint ami az elmúlt éveket jellemzi, polgári történetében még nem volt. 2017. július 1-én ünnepeltük várossávhatásunk 20. évfordulóját. Ebben az évben úgy gondolom, hogy a számot vetettünk, megálltunk egy pillanatra, körbenéztünk, hogy hova jutottunk és hova szeretnénk eljutni. Én 8. év vezetem a várost a választók bizalmából, és tudják, mit figyeltem meg az elmúlt években? Hogy olyan pályázatokat és olyan fejlesztéseket tudunk megvalósítani, amiket szeretnénk és amire szükségünk van. Nem pedig olyanokat, amelyeket éppen valaki kigondolt, vagy bürokraták elképzeltek. És ez nagyon-nagyon fontos egy város életében, hogyha olyan képviselő és olyan kormányzata van egy településnek, ahol figyelembe veszik azt, hogy mire van szükség. Ugyanis ez a városfejlesztési stratégia, ez a lakosok elvárására, elképzelésére alapul, és ezeket valósítja meg. Én nagyon remélem, hogy lehetőségünk marad tovább menni ezen az úton. Nagyon remélem, hogy ezeket az elképzeléseket, amelynek az alapjait most közösen tettük le, ezt együtt fogjuk megvalósítani, és azt kérem, hogy támogassanak minket ebben a munkában. Én megkérem Törő Gábor országgyűlési képviselő urat, hogy néhány gondolatot osszon meg velünk az elhangzottal kapcsolatban, a jövővel kapcsolatban, és hogy mi az április 8-et létje. Köszönöm szépen! Miniszter helyettes úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Nyikos Laci barátom felvázolta, hogy milyen együttműködés alakult ki mind a megye, mind az országgyűlési képviselő, mind a térség polgármesterei között. Ez valóban nem most kezdődött, már a befektetés, a előkészületek befektetése is jó pályán mozgott, mert hisz több konstrukcióban, több egyeztetésen ültünk le annak érdekében, hogy valóban azok a fejlesztések valósuljanak meg a településeken,
amit a helyiek akarnak, amit a helyiek elképzelnek. Úgy gondolom, hogy most a megvalósulás folyamatában ez pontosan illeszkedik, és hát további együttműködés jegyében meggyőződésem, hogy minden település hozzájutott azokhoz a forrásokhoz, pályázatok útján, amelyek a célkitűzéseiben szerepelt. És hát persze jó dolog, ha egy polgármester be tud számolni, hogy milyen fejlesztések valósultak meg idáig, és mik lesznek, de az április tétje azt bizonyítja április 8-án, hogy mindez veszélybe kerülhet. Veszélybe kerülhetnek a fejlesztések, a gazdasági fejlődés, veszélybe kerülhetnek a családtámogatások, veszélybe kerülhet Magyarország migráció kapcsán, és éppen ezért szeretném megköszönni a miniszterhelyettes úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, tehát hogy pontosan milyen veszélyek fenyegetnek, szerintem ő fogja a legmegfelelőbben elmondani minket, úgyhogy én kérem, hogy tartsa meg szokásos fórumát. Köszönöm a képviselő úr, tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a találkozás lehetőségét, hogy mennyire szokásos, azt nem tudom. Ebben a műfajban nem számítok én sem túl tapasztaltnak, hogy így mondjam. De ahogy az képviselő úr is felvezette, engedjék meg, hogy abból a megközelítésből próbáljam meg ezt az ügyet önök elé vezetni egy kvázi vitaindító előadásban, hogy mi a tétje, tehát hogy mi az, amiről döntünk pontosan április 8-án. És most már lassan, hogyha jól számolom a hátralévő napokat, akkor már csak pár óra és 19 nap van hátra a választásokig. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy egy választásnak mi a legnagyobb tétje, és mi az, amiről dönteni kell. Amikor egy politikai, vagy egy politikus önök elé áll, és azt szeretné önöktől kérni, hogy szavazzanak neki bizalmat egy ország, egy város megye vezetésére, akkor ezt alapvetően három megközelítésből teheti meg. Teljesen új szereplőként az ígéret az, amit kínál önöknek, azt ígéri, hogy minden jobb lesz, mint ami volt eddig, ezért szavazzanak rá. Egy regnáló politikai erő pedig kétféleképpen tud mandátumot nyerni, tud bizalmat nyerni. Egyrészt úgy, hogy a kihívók között nincs olyan, aki az elvégzett munka számára komolyabb értékajánlatot, komolyabb ígéretet tudna megfogalmazni, mint aki éppen élvezi az önök bizalmát. Másrészt pedig úgy, hogy az elvégzett munka kapcsán azt gondoljuk, vagy azt gondolhatja a kormányzó erő, hogy az elvégzett munka kapcsán is talán alkalmas a folytatásra. Én azt feltételezem, azt gondolom, hogy ez a személyes meggyőződésem, hogy a Fidesz kormányzata az elmúlt 7, illetve 8 esztendőben elvégzett munka alapján is alkalmas az újraválasztásra. Tehát mi nem a jobb híján és nem a szerencsének köszönhetően szeretnénk április 8-án győzelmet alapni, hanem azért, mert azt gondoljuk, hogy az elvégzett munkát respektálják a magyar emberek, és sok mindent lehet mondani a választások hajrájában, sok mindent lehet ígérni a hátralévő 19 napban, de a magyar emberek számára talán az még fontosabb, hogy mi az, amit a kormányzat letett az asztalra. Tévedés, ne essék ez ügyben, ez nem a kormány eredménye. Ezt az eredményt a magyar emberekkel összefogva, a magyar vállalkozásokkal, a magyar önkormányzatokkal összefogva tudtuk elérni. Tehát, hogyha valakit hála élet ezért az eredményért, akkor az azt gondolom Magyarország teljes közössége. Azonban ebben a munkában, ezekben a célkijelölésben a kormánynak volt feladata, és ez az a munka, amit azt gondolom tisztességgel elvégeztünk, és amit leteszünk április 8-án a választók elé, hogy döntsenek erről, ezt a munkát szeretnék folytatni, vagy ködös ígéreteket szeretnének megvalósítani. Azért beszélek ködös ígéretekről az ellenzék kapcsán, mert a következő időszakban, és itt a szlájdokat majd, hogyha változatjuk, akkor ezt átadják, számtalan olyan kérdés szerepel a politika napirendjén, amelynek a megválaszolása jóval túlmutat Magyarország határain, azonban a mi életünket gyökeresen meg tudja változtatni. Minden választási időszakban van egy olyan kérdés, ami a következő 4 évre valamilyen irányt mutat. És amit a választók eldöntenek, hogy a bal jobboldali értékrendbeli meggyőződés, vagy más szempontok alapján ennek vagy annak feladatást. Ritkán mutatik meg, és talán 1990-es választások óta nem volt ilyen tét Magyarországon,
hogy egy választásnak a kimenetele nem 4 évre határozta meg egy ország, nem négy évre határozta meg Magyarország sorsát, hanem jóval túlmutatóan adott esetben évtizedekre. Hiszen az, hogy Magyarország egy nagy globális konfliktus közepette, egy európai dilemma, egy európai kérdés közepette, milyen döntést hoz ebben az ügyben, az nem csak arról fog szólni, hogy 2022-ig kivezeti ezt az országot, hanem 2022-ig ennek az április 8-ai döntésnek a következményében olyan döntésre fognak történni, amelynek az eredménye, a hatása nem 2022-re, hanem a következő évtizedekre is szólni fog. Most a bevándorlás kérdéséről már sok fórumon vitatkoztunk az elmúlt 3 évet, amióta a déli határon megjelentek az illegális bevándorlók, áthatotta ennek a kérdésnek a megvitatása is. Annak a kérdésnek az elemzése, forgatása, amit se kiköpni, se lenyelni nem tudott senki, hogy bevándorlás az jó vagy rossz Magyarország vagy Európa számára. És azt látjuk, hogy itt van egy kérdés az Európai Unión belül, amit úgy hívunk, hogy bevándorlás, és az Unió különböző tagállamai, szegény és gazdagabb, régi tagállam és új tagállam, teljesen más megítélésben próbál meg látni. Bevándorlás kérdését, a migráció kérdését a német politika mindig megpróbálja bemutatni úgy, mint ez az utolsó olyan lehetőség, ami megoldhatja az európai munkaerőpiacnak a problémáit. Ha nem lesznek bevándorlók, akkor nem lesznek, aki dolgozzon Európában, és véget ér a világ. Csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ugye ezek a szereplők 2 mondattal később elmondják azt, hogy nem fogjuk tudni, hogy mit kezdjünk a munkavállalókkal, mert hogy a robotok elveszik mindenkinek a munkáját. Ugyanabból a szájból 2 perc különbséggel hangzanak el ugyanezek a kijelentések. Aztán ott vannak az észak-európai európai uniós tagállamok, akik azt mondják, hogy a bevándorlás kérdés az azért egy jó kérdés, mert ott nagyon komoly demográfiai kihívásokkal kell szembenézni, és annak egy megoldása lehet, hogyha fiatal embereket importálnak, hoznak be Afrikába vagy a közel-keletről Európába, és ez megoldja ezt a kérdést. A görögök esetében, vagy Magyarország esetében, vagy a visegrádi négyek esetében pedig ez elsődlegesen egy biztonsági kérdés, hiszen mi alapvetően azzal a problémával nézünk szembe, hogy fogy a magyar, és mi ezt a népesség csökkenést szeretnénk megállítani, ezt szeretnénk visszájára fordítani. Rengeteget dolgoztunk azért az elmúlt 7 esztendőben, hogy ezt sikerüljön is megtenni. Elkezdtek ezek a statisztikai mutatók nagyjából helyre kerülni, elkezdett csökkenni vagy lassulni a népességfogyásznak az aránya, és elkezdett megfordulni ez a tendencia. Az a kérdés, ezen az úton megyünk-e tovább, vagy feladjuk azt, hogy Magyarországnak lennie kell ilyen forradban, amilyennek mi ismerjük és szeretjük, és ezt a kérdést bevándorlókkal kell kezelni. Tehát egy kérdésről beszélünk, a migrációról, a bevándorlásról, ugyanabban a politikai és gazdasági közösségben, amit Európai Uniónak hívunk, és annak az egy kérdésnek az európai közösség különböző pontjain, különböző politikai meggyőződésből fakadóan más-más a megítélése. Na most ez is azt mutatja, hogy ezt a kérdést nemzetállam szinten kell eldönteni. Mert nincs rá közös európai megoldás, nincs rá közös európai lehetőség, hogy ezt a kérdést kezeljük. Tiszteletben tartjuk a németek véleményét, tiszteletben tartjuk a svédek véleményét, akik azt mondják, hogy nekik ez egy jó dolog, ők szeretnék ezt csinálni. Tegyük hozzá azoknak az országoknak Nyugat-Európában, akiknek a 19.-20. században kiterjedt gyarmataik voltak, és alapvetően ezeket a gyarmatokat le is rabolták azért jószerivel azokban az időszakokban, van miért mondjuk hálásnak tenni ezek felé a térségek irányába. De hogyha a 18-19. Században vagy a 20. század elején ezek az államok azt nem tartották fontosnak, hogy a gyarmataikból szerzett bevételt megosszák a közép-kelet-európai régióval, jelen esetben Magyarországgal vagy a térség országaival, akkor az ebből a problémából fakadó lelkiismereti kérdéseket miért nekünk kellene megoldanunk? Na most ezt a kérdést kevesen elég feltenni maguknak, de talán ez nagyon jól rávilágít ennek a kérdésnek a megítélésbeli különbségére. Miért gondolkodnak erről a kérdésről másként a nyugat-európai politikusok és a kelet-közép-európai emberek? Az előbbiek esetében azért használtam a politikusok jelzőt, mert az is egyértelműen látszik, hogy a európai embereknek a véleménye, a társadalom véleménye, az egy nagyon érdekes elvárás mutat az európai politika véleményétől. 2015-ben, amikor ez a migrációs válság napirendre került, emlékeznek vissza, egyedül Orbán Viktor volt az, aki az európai állam és kormányfők közül azt mondta, hogy ez egy utolsó figyelmeztetés Európa számára, és hogyha ezt a kérdést nem jól válaszoljuk meg, akkor lényegében már rövid távon el lehet felejteni azt az Európát,
amit mi ismerünk. Ez a nagyon érdekes helyzet, hogy pont az a kultúra, ami Európát erősítette, sokszínűvítette, a nemek egyenlősége, a vallásoknak az egyenjogúsága, pont az a kultúra az, ami egyes európai politikusok számára nem mint megvédendő érték, hanem mint lecserélendő érték számít. Egy olyan kultúrával szemben, ahol pont ezeket az értékeket, a női egyenjogúságot, a vallási sokszínűséget, a vallási meggyőződéseknek a sokszínűséget pedig pont elutasítják. És az látszik, és ezért beszéltem nyugat-európai politikáról és nem nyugat-európai társadalmakról, hogy ahol választás volt 2015-ös bevándorlási válság kirobbanását követően, szinte egytől egyig minden országban megerősödtek a bevándorlást elutasító erők. 3 héttel ezelőtt ez történt az olasz választáson, többséget szereztek a bevándorlást elutasító erők. Nem túl régen, tavaly az osztrák választáson, az osztrák szabadságpárt és az osztrák néppárt összefoglalásában lévő egy politikai nagy koalíció jött létre, vagy egy politikai koalíció jött létre a bevándorlás megállítására. Nézzük meg az elhúzódó német kormányalakításnak a kérdését, hogy ennek is a hátterében az volt, hogy a bevándorlást a német társadalom miként utasítja el. A holland választások ott, ahol a holland szélső jobb oldal megerősödése ugyanezt a jelet mutatta. Mi történik? Azok az erők azonban, akik a politikát jelenítik meg Nyugat-Európa számára, és ezt az állásokat képviselik, már nem találnak maguknak máshol mencsvárat, mint Brüsszelben. Azért megint egy érdekes kérdés, hogy ezt miért és hogyan, de erről a későbbi évben fogjuk beszélni. És most ez a vita az ENSZ-ben zajlik, az Egyesült Nemzetek Szervezetében, ami elméletileg azért jött létre a világháborúkat követően, hogy megpróbálja a világban fellelhető konfliktusokat békés úton rendezni, ahelyett, hogy háborús konfliktusok alakulnának ki. De ma az ENSZ ezt a kérdést nem úgy szeretné megoldani, nem azt a javaslatot teszi le az emberek elé, hogy próbáljuk meg megoldani a problémákat, ahol ezek a problémák keletkeztek, és megakadályozni ezzel, hogy a migráció elinduljon Európa irányába, hanem a könnyebbik utat próbálják választani, nem a megoldást exportálni, hanem a problémát importálni az európai közösségben. Most ha ezt a megoldást fogadnánk el, akkor nem kellene sokat várni, 1-2 évtizedről beszélünk, nem hogy nem oldottuk meg a politikai kérdést, és nem oldottuk meg a közel-keleti kérdést, hanem ugyanilyen káoszt teremtenénk az európai közösségen belül. Csak azért, mert az európai szociális ellátórendszer, ami Bulgáriától Angliáig sok hibával, de mégis jobban működik, mint a világ számtalan más pontján, az nagyobb havi ellátást tud nyújtani egy a szociális ellátórendszertől függő személynek vagy családnak, mint amit ezekben a kibocsátó országokban ezek az emberek adott esetben év alatt is, mint saját jövedelme realizálni tudnak. Ezért mi azt mondjuk, hogy nem a bevándorlást kell megszervezni, hanem a megoldást kell exportálni, és Európának abban kell szerepet vállalnia, hogy hogyan tudja ezt a kérdést azokban az országokban kezelni, ahol ez a probléma keletkezett. Most a magyar kormányzat abszolút nyíltan beszél a statisztikákról. Nézzék meg azt, hogy mit mutat mondjuk Európa, és mit mutatnak a statisztikák. Az Atlanti Világ Katonai Szervezete, a NATO, egy olyan statisztikát hozott nyilvánosságra, amely szerint 2020-ig, tehát a következő 2 esztendőben a Közel-Keletről és Afrikából mintegy 60 millió bevándorló indul el Európa irányába. Mik a fő demográfiai számok? Az Európai Unió 28 tagállamában összesen él 508 millió ember. Ennek az 508 millió Európai Uniós állampolgárnak az átlag életkora jóval 50 év felett van, és a népszaporulati mutatóink azok nagyon rosszak, legalábbis rosszabbak annál, mint amilyenekkel találkozunk a Közel-Keleten vagy Afrikában. Azok az országok, ahonnan azonban a bevándorlás irányul Európa felé, az átlag életkor az jócskán 30 év alatt van, és a népszaporulati mutatók pedig sokkal magasabbak ennél. Tehát, ha az európai közösség, vagy az Egyesült Államok egymással összefogva ezt a kérdést valamilyen irányban nem akarja, vagy nem tudja rendezni, akkor nem történik más, mint ez a hatalmas népesség növekedés el fog indulni észak, illetve észak-nyugat irányába, tehát Európa irányába. Szerintünk Európának és Amerikának nem azzal kéne foglalkoznia, hogy különböző ilyen szociális intézkedésekként hogyan próbálja megoldani ezt a helyzetet Európában, hanem hogyan lehet azt a helyzetet kezelni a Közel-Keleten, hogyan lehet a közel-keleti háborús viszonyrendszert befejezni. Tevékeny részesei voltunk annak, most gondolok teljes atlanti világra, hogy Észak-Afrikában olyan politikai instabil helyzet jött létre az elmúlt 15-20 évben, aminek az eredményeként ezzel a bevándorlási válsággal találkozunk.
A mi meglátásunk szerint a kérdést nem importálni kell Európában, a megoldást kell exportálni. Mielőtt rátérek a lényegre, és polgárdi nincs túl messze Székesfehérvártól, egy érdekes helyzetet engedjétek, vagy nem is helyzetet, talán történés mutassa be önöknek. Mert Székesfehérvár városa más európai uniós városokhoz hasonlóan pályázott az Európa Kulturális Öröksége, illetve Kulturális Fővárosa címre. És az a zsűri, akinek arról kell döntenie, hogy melyik európai város lesz Európa Kulturális Fővárosa, azzal az érvel utasította el Székesfehérvár pályázatát, hogy ebben a pályázati anyagban, ebben a pályázati kis filmben, ez egy kampányfilm volt, túl sok a keresztény jelkép, túl sok a kereszt. Míg muszlim vallási jelképeket nem lehet találni. Túl sok a fehér ember ezeken a videókon. Túl sok a boldog ember ezeken a videókon. És ettől kezdve ezek a videók nem reprezentálják megfelelően az európai hétköznapi életet, és mivel ez kirekesztő a muszlim kisebbségre nézve, ezért Székesfehérvár városa nem lehet Európa Kulturális Fővárosa. Most kérdezem én, hogy hova vezet az a fajta logika, ami egy kulturális fővárosi címben, Európa Kulturális Fővárosi címében pont azokat az alapértékeket tekinti kisemmizendőnek vagy kidobandónak az ablakon, ami egyáltalán azt tette lehetővé, hogy 1000 év után beszélhetünk egy egységes európai kontinensről. És azt gondolom, hogy itt kezdődik a kulturális önfeladásnak a... Talán ez a genezise, hogyha lehet ezt mondani. Itt kezdődik a kulturális öngyilkosság Európának. És hogyha a kulturális értelemben elengedjük a saját magunk múltját, akkor ne csodálkozunk azon, hogy 10-15-20 év múlva ezt a politikát folytatva nem fogunk magunkra ismerni. Nem csak Európában, Magyarországon sem. Mit mond ezzel szemben a magyar politika? És mi az álláspont, amit azt gondolom, konzekvensen képviselünk? 2015-ben még egyedül voltunk, 2018-ra most már többen vagyunk ezzel az ügyen. Mi azt mondjuk, hogy elfogadjuk, hogy van egy vita az európai közösségen belül, mert elfogadjuk azt, hogy az európai közösség egy nagyon sokszínű térség. De ennek a vitának a léte, ennek a vitának a legitimitása, az egy európai kérdés kell, hogy legyen. És ameddig ezt a vitát Európa nem tudja eldönteni, addig garantálnunk kell azt, és minden nemzeti kormánynak ez a kutya kötelessége, hogy garantálni tudja a saját állampolgárai számára azt, hogy képes megvédeni őket. Majd, hogyha az országnak az állampolgárai adott esetben úgy döntenek, hogy ők szeretnék a bevándorlást, akkor azt, az akkori kormányzatnak azt végre kell hajtania. De egészen addig, ameddig a kormány abban a tudatban van, amit legutóbb a magyar emberek egy soha nem látott mértékű támogatással rendelkező népszavazáson eldöntöttek 2016 év végén, hogy Magyarországon nincs szükségünk a bevándorlásra, addig mondjanak bármit is Brüsszelből, a magyar kormánynak az egyedüli felelőssége és feladata az, hogy megvédje az országot, és hogy a kereszt katonai erővel tegye meg, a kereszt fizikai akadályokkal tegye meg, a kereszt a rendőrség bevetésével tegye meg, mert erre tette rá az esküjét. És azok a politikai szereplők, akik ma Magyarországon azt mondják, hogy a magyar népképviselet útján kerültek a parlamentbe, és a magyar nép jólétére tették az esküjüket, a saját 2014-ben letett esküjüket köpik szemben akkor, amikor ezzel a döntéssel más képviselnek. A magyar embereknek most viszont már egy lehetőség. Április 8-án el tudják azt mondani, hogy ezt az utat szeretnék járni, vagy egy másik utat. És azt a döntést majd a mindenkori politikának figyelembe kell vennie. De egészen addig, ameddig van egy nagyon világosan kinyilvánított vélemény, ahol közel 3 millió ember vonult az urnákhoz egyöntetű véleményt kifejezve, azért 98%-os volt a támogatása az elutasításnak, hogy jól emlékszem, hogy nem szeretné bevándorló országra állni, addig önmagát valóban a magyar emberek képviseletére feljogosított politikai erőnek csak akkor, vagy önmagát csak akkor vehet komolyan, hogyha ezt a véleményt nem negligálja. Én elfogadom, hogy fontos a 2%-nak a véleménye, de talán legalább ennyire fontos a 98%-nak is a véleménye. Ezért építettünk határterítést, és ezért védjük, tegyük hozzá nem csak saját magunkat, hanem Európa Schengen jövezetét is ezzel a határterítéssel. Persze mindig felmerül a kérdés, amit nekünk keresztény konzervatív politikusoknak és adott esetben a keresztény konzervatív jobbközép Fidesz és KDNP támogató választóknak is feltesznek, hogy hogyan nevezhetjük mi magunkat filantróp, hogyan nevezhetjük mi magunkat humánus keresztény embereknek, hogyha bajba jutott embereknek nem segítünk. Ez hazugság.
A magyar kormány az önök által befizetett adóforintokból, a magyar vállalkozások által befizetett adóforintokból sokkal több humanitárius tevékenységet finanszíroz az egészségügyi ellátás, az oktatási ellátás terén, Afrikában, a Közel-Keleten, a török-szír határon lévő menekültáborban, mint amit más európai uniós tagállamok a országok nagyságából és gazdasági erejükből fakadóan megtesznek. Mi azt mondjuk, hogy humánusnak kell lenni, embert szeretőnek kell lenni, minden nemzetközi megállapodást be kell tartani, ami a menekülteket oltalom alá helyezi, de két dolgot ne felejtsünk el. Egyrészt nem kell hülyének lenni, másrészt pedig nem kell annál nagyobb tehet nyakunkra tennünk, mint amit el tudunk látni. Mert a mi kormányunk abban a dimenzióban közelít ehhez a kérdéshez, hogy nagyon fontosak ezek a nemzetközi szerződések, de ezek nem írhatják felül azt, amit a magyar kormánynak, a magyar választók felé megfogalmazott kötelezettség alapján meg kell tenni. És kitágítom ezt a kört, nem csak a közel 10 millió anyaországi magyarról beszélek, hanem beszélek arról a 3-4 millió magyar honfitársunkról is, akik határon túl élnek, mert a Fidesz mindig abban különbözött más pártoktól, hogy a nemzetet egy tágabb, a magyar nemzet minden tagját ennek a közösségnek a tagjának és egyenjogú tagjának tekintette, akkor is, hogyha történelem szeszélyéből fakadóan ők a saját döntésükön kívül vesztették el a magyar állampolgárságokat. Ahogy mondtam az előzőekben, 2014-ben, 15-ben egyedül voltunk, azok nem csak a visegrádi négyek, hanem Olaszország, Ausztria, felcsatlakozott erre a koalícióra, és ma már nem egyedül harcolunk ebben a küzdelemben, hanem lengyelekkel, szlovákokkal, csehekkel együtt, illetve várhatóan a formálódó orosz kormánykoalíció, illetve az osztrák kormányzat is már ezen az állásponton van a bevándorlás kérdéskörében. Miért tudta ezt Magyarország megtenni? Tehát mi volt az a vízválasztó helyzet, ahol Magyarország egy teljesen szuverén álláspontot tudott képviselni más országokhoz képest a bevándorlás ügyében? És miért nem tudtak ezt más ország megtenni? Itt érdemes visszamenni egészen a 2008-as gazdasági válságig. Mert az, hogy utána egy ország milyen utat járt be a válságkezelés folyamatában, az nagy mértékben meghatározta azt, hogy mennyire tudott a saját jövőjéről saját maga dönteni. Akkor tudja az ország kormánya, bármelyik országról beszélünk, annak az országnak az állampolgárai teljes jogon képviselni, hogy a külső gazdasági vagy politikai tényezők által nem zsarolható. Mitől zsarolható egy ország? Hát egyrészt attól, hogy a pénzügyi finanszírozó rendszere, a bankrendszer milyen kézben van. Zsarolható egy ország akkor, hogyha az adósság állománya olyan szervezetek kezében van, amely szervezetek nem csak az általuk megkitelezett pénzt követelik teljes jogon vissza kamatokkal együtt, hanem abban is beleszólnak, hogy ez a pénz visszafizetés milyen formában kell, hogy megtörténjen, és zsarolható egy ország akkor, hogyha az energia ellátása ennek az országnak, akár a lakosságról beszélek, akár pedig a gazdasági élet szereplőinek a energia ellátásáról beszélek, az külső tényezőtől függ. Tehát az országnak a zsarolhatóságát kellett megszűnni. 2010-ben Orbán Viktor kormánya minden három kérdésben egy nagyon világos stratégiát vállalt. Az első kérdésben, hogy hogyan lesz az ország pénzügyi értelemben nem zsarolható, vagy szuverén, el kellett dönteni és végre kellett hajtani azt, hogy a többségében külföldi tulajdonban lévő pénzügyi szervezetek, bankok, azok kisebbségbe kerüljenek és többségben legyenek azok a bankok Magyarországon, akiknek a tulajdonosaik magyarok. Miért? Mert hogyha a magyar bankrendszer profit termelő képessége összefügg azzal, hogy a magyar vállalkozások hogyan működnek, akkor értelemszerűen abban érdekelt, hogy finanszírozza a magyar vállalkozásokat. Ha a magyarországi bankok profittermelő képessége nem ettől függ, hanem nemzetközi bankhálózatokról beszélünk, akik itt is működnek, ott is működnek, akkor születik majd Londonban egy döntés, és ott fognak hitelezni, ahol kisebb kockázattal nagyobb hasznot tudnak remélni. Ha pedig a magyar gazdaságnak fejlődnie kell, és ehhez hitel kell, ehhez olyan bankok kellene, akik kockázatközösséget vállalnak a magyar gazdaság szereplőivel. 2012-re, tehát két év kormányzás után sikerült ezt elérni, és immár 6 éve sikerült megtartani, hogy ma már többségben vannak a magyar bankrendszeren belül a magyar tulajdonú pénzügyi szereplők, tehát a magyar vállalkozások hitelezésével nincs probléma. A másik kérdés, ami ugyancsak ezzel függ össze, hogy kik hitelezik az országot. Egy ország akkor maradhat szuverén,
hogyha az adósság állományának a legmagasabb része, Magyarországon még nem erről a helyzetről beszélünk, de ebből a helyzetben nagyon sokat mozdultunk, mondjuk az állampolgárok felé kitett. Tehát az államkötvények vásárlásával hitelezik az állampolgárok megtakarításaikon keresztül az országnak a működését, és kapnak kamatot, és kapják és garanciát arra, hogy az ő befektetéseik azok valóban megmaradnak. Miért jobb ez a helyzet? 2015 kutyafuttában még a Gyurcsány, majd a Bajnai kormánynak ezt megerősítve sikerült az IMF-től egy jelentős, a Nemzetközi Valuta Alaptól egy jelentős hitelcsomagot feltenni. Az volt a probléma ezzel a hitelcsomaggal, amit Görögország után nagyon szépen szemléltetett, hogy az IMF nem csak azt határozta meg, hogy milyen ütemekben kell visszafizetni ezt a pénzt, amit még egyszer mondom, teljesen jogosan határozott meg, hiszen hogy kölcsön adott Magyarországnak, akkor az természetes, ezt kamatokkal együtt visszafizetjük. Hanem azt is meg akartam mondani, hogy mi milyen válságkezelési eszközöket vethetünk be. Ha az IMF-et a magyar kormányzat nem fizeti ki idő előtt, akkor nem vezethettük volna be a bankadót, akkor nem vezethettük volna be a multicéget magadóztatását, és azt a pénzt, ami kellett ahhoz, hogy 2010-től újra lehessen nyitni a magyar gazdaságot, aminek a végén ma ott tartunk, hogy stabilan Európa, az Európai Uniós átlag felett növekszik a magyar gazdaság, akkor azt történt volna, hogy ezt a politikát nem lehet végrehajtani. Ez a legelső és legfontosabb a szuverenitás, a függetlenség irányába tett lépés volt az, hogy az IMF hiteleket minél hamarabb vissza kellett fizetni, ezt határidő előtt meg is tettük. És a harmadik kérdés az energiaellátásnak a kérdése. Egy ország akkor szuverén, hogyha a kormány garantálni tudja, hogy kiszámítható áron tud energiát biztosítani az állampolgároknak és a cégeknek. És bár mindenki ma arról beszél, hogy ebben zseniális elképzelései vannak, egyedül a Fidesz kormányzat volt az, aki tudott egy nagyon komoly rezsicsökkentést végigvinni. Majdnem köszönhetően 1 kWh elektromos áramért egy magyar háztartás nagyságrendileg 30 forintot fizet, 1 kWh-ért. Ugyanez az összeg Németországban 1 kWh-ra vetítve nagyjából 100-110 forint megfelelő euró. És ezt nem csak, hogy meg tudta tartani, hanem hosszú távon tudta a teljes ellátási biztonságot így garantálni. Ha ezen három kérdés megoldott, akkor egy országnak a kormánya nem gazdasági erőcentrumok, nem politikai erőcentrumok felé kell, hogy lojális legyen, hanem egyedül egy valaki tudja elszámoltatni, ez pedig nem más, mint a magyar választók. Ez az, amit 2010 és 2012 között sikerült megteremteni, és 2012 és 2018 óta sikerült megvédeni. Ezért van a magyar politikában egy sokkal szabadabb mozgást ahhoz képest, mint egy más országban produkálni tudtak. Most már hál' Istennek egyre többen vannak ilyenek, akik valóban a saját lábukra állnak. Ha azt a politikát követtük volna, amit az IMF diktál, akkor nézzük meg azt, hogy 2010-es válságkezeléshez képest mondjuk a görögök, akik ugyanolyan helyzetben voltak, mi, hova jutottak el, és mi hol tartunk. És itt érek át arra a kérdésre, hogy ennek a 8 évnek vannak nagyon komoly eredményei. Mégsem ezek az eredmények a legfontosabbak az idei választáson, mert bár ezek az eredmények alapot adnak a következő növekedéshez, hogy ha rossz döntést hozunk az ország szuverenitását illetően április 8-án, akkor ezeket az eredményeket is feláldozunk pedig. Ezek az eredmények alkalmasak arra, hogy a magyar életszínvonal, a magyar gazdaság tovább tudjon növekedni. Hogyha, és gondolom figyelik, nem lenne neki politikai fórum, hogyha nem figyelnék a politikai híreket. Ha figyelik a híradásokat, akkor időről időre felbukkannak különböző elemzések, amelyek azt próbálják igazolni, hogy különböző szempontok alapján mennyire rossz a gazdaság helyzete, meg mennyire rossz Magyarországon vállalkozni. Én mindig azt szoktam mondani ezekre a kérdésekre, hogy nincs olyan statisztika, amit én ne tudnék, vagy nincs olyan adat, amit én ne tudnék statisztikával alátámasztani. De abban nincs vita. A politikai meggyőződés, a politikai értékrendszertől függetlenül, hogy van három mutató, ami egy országnak a gazdasági helyzetét talán jól szemlélteti. Az egyik az, hogy hány munkanélküli van az országban. A másik kérdés az, hogy hogyan alakul az országnak az adósságállománya, és a harmadik kérdés az, hogy hogyan fejlődik az ország gazdasága. Ez az a három mutató, amit nézhetek balról, nézhetek jobbról, ez szám. És ezen lehet vitatkozni, de egymás mellé kell tenni 8 év szocialista kormányzatnak a számait, és 8 év Fidesz kormányzatnak a számait. Ha ezt megtesszük, akkor azt látjuk, hogy mondjuk a munkanélküliség tekintetében 2010-ben 12,6%-os a munkanélküliség. 2018-ban pedig bármilyen nézem, a 3,7-3,8%, hát jócskán kevesebb ennél, legalább 8%-kal. 2010-ben nincs gazdasági növekedés Magyarországon. 2018 március
20-án, köszönöm, polgármester úr, pedig azon vitatkoznak a gazdasági elemzők, hogy vajon 3,8 vagy 4,2 lesz a gazdasági növekedés. És 2010-ben van Magyarországon mintegy 3,4-3,5 millió munkavállaló, ma pedig van 4,2-300 munkavállaló. Nincs olyan politikus ma Magyarországon, vagy nem volt olyan politikus 2010-ben Magyarországon, függetlenül attól, hogy melyik pártban politizált. Akinek, hogyha én feltettem volna a kérdést, hogy aláírja azt a megállapodást, hogy 7 év kormányzást követően, mindegy, hogy milyen kormányról beszélünk, nem az lesz Magyarország foglalkoztatás politikája, van a legfontosabb kérdés, hogy hogyan teremtünk új munkahelyeket, hanem az, hogy hogyan töltjük be a betöltetlen álláshelyeket, ez bárki aláírta volna. Senki 2010-ben ezt nem gondolta volna. Kinevette bennünket akkor, amikor Orbán Viktor azt mondta 2009 év végén, hogy a magyar gazdaság akkor lesz hosszú távon fenntartható pályára állítható, hogy akkor lesz hosszú távon fenntartható növekedésben, hogyha 10 év alatt létre tudunk hozni 1 millió új munkahelyet. És most 7 év kormányzást követően tartunk 746 ezer munkahelyet. Persze lehet azt mondani, hogy ezek a munkahelyek, ezek a közfoglalkoztatáson belül vannak. Jegyzem meg, ennek a 701 néhány ezer munkahelynek a maximum 20% az, ami a közfoglalkoztatott, a fennmaradó 80% az a belső piaci szférában jött létre. De az én meglátásom szerint, aki dolgozik, és nem szociális alapon kapja a járandóságát, az munkavállaló. Most ettől kezdve ma 740-750 ezer emberrel több dolgozik, mint 2010-ben. És a közbiztonságról is engedjétek, hogy értsek néhány szót, mert hogyha visszaemlékeznek a 2015-i közbiztonság helyzetére, kiemelten talán nem az országnak ebben a térségében, de a vidéki Magyarországon, mondjuk Borsodban, Baranyában vagy Békésben, én Békésvényben töltöttem a gyerekkoromat, akkor azt tudtuk elérni, hogy azzal a 7000 rendőrrel, akivel több szolgál ma a magyar utcákon, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 54%-kal csökkent 2010 óta. Ezeket mind lehet semmibe venni, de a hétköznapi életet szerintem az, hogy hányan dolgoznak, van-e gazdasági növekedés, van-e munka, milyen a biztonság, és van-e prosperitás az országnak, talán ezeket kell megérni. Ezek azok, amik azt gondolom megalapoznak egy jövőbeli fejlődést, és ezek azok, amiket el is lehet veszíteni a következő időszakban. És nem beszéltem itt a családtámogatási rendszerről, a részben érintettem a rezsicsökkentést, azt, hogy tudtuk stabilizálni többek között a nyugdíjak értékállóságát, azt, hogy úgy tudtuk a kormányzati szférában, a rendvédelmi szerveknél, egészségügyi dolgozóknál, oktatási rendszerben megkezdeni a bérkompenzációt, hogy nem kellett hiteleket felvennünk. Ezzel én nem azt mondom, hogy a rendvédelmi szerveknél, hogy a kórházakban eleget keresnek az emberek, ahhoz képest, hogy munkát, nem. De melyik kormánynak lehet hinni? Annak, aki 7 év alatt államadósságot csökkentett és ezzel együtt tudta ezeket a béreket valamelyest emelni, vagy annak a kormánynak, aki a kampányokat megelőző időszakban mindig beígérte ezeket a béremeléseket, majd érdemi béremelést akkor sem tudott végrehajtani, amikor több 100 milliárd forint adósság, újabb adósság tett a magyar emberek nyakába. Én azt gondolom, hogy a magyar emberek ezt nagyon világosan el tudják dönteni. És azért vettük Soros Györgyöt erre a diára, mert az az álláspont, amit mi képviselünk Magyarországgal szemben, vagy Magyarország és Európával szemben, az európai és a magyar jövővel kapcsolatban, annak az éremnek van egy másik oldala. És ennek az éremnek a másik oldalán lévő álláspontot talán Soros Györgynél jobban senki nem képviseli. Soros György egyetlen egy dologban különbözik, ha bár ez nem egy elhanyagolható szempont a teremben ülő bármelyik embernél. Hogyha összeadjuk mindegyünk vagyonát, akik itt vannak a teremben, és még olyan 1500-2000 évig dolgoznánk úgy, hogy egy forintot nem költünk el semmire, akkor lennénk nagyjából egyensúlyban azzal a vagyonnal, ami felett Soros György rendelkezik. Soros Györgyöt a vagyonán kívül semmi nem hatalmazza fel arra, senki az égvilágon soha semmire meg nem választotta, hogy egy kontinens vagy egy ország jövőjére nézve fogalmazzon meg adott esetben ideákat, megteheti ezt, hogy mindannyian megtehetjük. De az, hogy ezt a demokratikusan választott európai döntéshozók, mint egy kvázi utasítás esetleg jelenben, az a mi meglátásunk szerint több mint kérdéses. Ő egy spekuláns. Spekulánsok általában akkor tudnak pénzt keresni, nem is keveset, amikor politikailag, gazdaságilag instabil helyzetek vannak, leértéktelenednek azok az értékek, amelyek közös értékeknek számítanak, vagy akár magánvagyonoknak,
És ekkor a náluk lévő viszonylag nagynak tekinthető pénzügyi tőkének köszönhetően be tudják vásárolni magukat. A Soros Györgynek milyen tevékenysége volt a közelmúltban, vagy a távolati múltban, arra mondjuk meg lehet kérdezni a briteket. Keveset utazik ő Nagy-Britanniába, hiszen ott azért nem is igazán szeretik. 1993-ban az angol font elleni támadásra sokan emlékeznek, amikor konkrétan az angol kisbefektetőknek, a hétköznapi angol embereknek egy életen keresztül összeszedett vagyonát nullázta le lényegében Soros György azáltal, hogy a pénzügyi manőverben az angol fontot támadta. De nem tett más 2008-ban. Azt a magyar tőzsdei részvénypaketet, az OTP-t, amit a legbiztonságosabbnak tekintenek a magyar emberek, ugyancsak így próbálta áron alul megvásárolni vagy felvásárolni, azzal nem foglalkozva, hogy hány tízezer magyar kisbefektetőnek teszi tönkre a megtakarításait. És spekulás akkor tud keresni, hogyha politikailag, gazdaságilag instabil a helyzet. Mit mond ezért Európában? Látta ugyanazokat a kérdéseket, amiket mi is látunk. Európa előrekszik, az európai demográfiai mutatók rosszak. Csak azzal szemben, hogy ő azt mondaná, hogy erre egy hosszú demográfiai folyamat megújulásra van szükség, ahol az európai népességet megpróbáljuk felrázni, azt mondja, ezt nem lehet oldani egyik napról a másikra. Hát ide kell hozni azokat az ember tömegeket, akik feleslegesek Afrikában és a Közel-Keleten, és majd ember-ember alapon kicserélik ezt a helyzetet. És ezeknek az embereknek nem arra van szükség, hogy Európa ebben a dimenziójában maradjon meg, arra van szüksége, hogy egy ekkora piac álljon a rendelkezésre, mint most az európai közösség. És ettől kezdve számukra mindegy másodlagos szempont az, hogy ez az Európa, ez így ebben a korában megszűnt létezni. És mi azt gondoljuk, hogy az európai döntéshozók nagyon-nagyon komoly hibát követnek el akkor, amikor nem azoknak az embereknek a szavára hallgatnak, akik felhatalmazták őket, hogy vezessék ezt a kontinenst, hanem csak azért, mert egy ilyen jelentős pénzügyi tőke áll Soros György mögött, és ez nem is egyedül ebben a játékban, de ennek talán ő a legemblematikusabb vagy kézzelfogható valakja, egy másik véleményt tükröz. Fontosnak tartom félreértés ne essen Soros Györgynek a véleményét. De nem tartom fontosnak, hogy én bármelyik másik embernek a véleményét ebben a kérdésben, és azt gondolom, hogy Európa jövőjét, vagy Magyarország jövőjét illetően ezt a kérdést pedig csak közösség tudja eldönteni. Többségi álláspontot kell képviselni mindenki kormányzatnak. És ebben a kérdésben szerintem nincs hova hátrálni. Nem azért támadja Soros György Magyarország kormányát, vagy Orbán Viktort, mert önmagában ebben az ügyben Magyarország dönteni el, hogy az európai jövő milyen irányt mutat. Azért támadja Orbán Viktort ebben a küzdelemben, amiért ez kiárt neki 2011-ben és 2012-ben is, mert precedens tudott teremteni. Meg tudta mutatni azt 2011-ben, hogy igenis meg lehet adóztatni a bankokat. Nem azért volt érdekes, mert a magyar bankadó az ne egy kerekítési hiba lett volna a nemzetközi bankházak könyveiben. Hanem példát tudott mutatni arra, hogy igenis a közös teherviselésbe a bankokat is be lehet vonni. Aztán megcsinálta ezt a multicégek adóztatásával, akik alapvetően tőkét pumpáltak ki Magyarországra. Most nyithatnék egy zárójelet a saját témámat illetően, a fejlesztési forrásokat jelent, hogy mennyire vagyunk mi nyertesei, vagy adott esetben mennyiben vagyunk paritásban az ügyben, hogy az Európai Uniós tagsággal bejövő pénzek, kért cserébe mit adunk a nyugat-európai gazdaságnak. Félreértés ne essék, én abszolút európárti vagyok ebben a kérdésben, csak én azt gondolom, hogy amikor őszintén beszélgetünk ezekről a kérdésekről, akkor minden témát ki kell tenni az asztalra. Nem lehet úgy értékítéletet hozni, vagy nem lehet úgy dönteni egy kérdésben, hogy a tényeknek az egyik részét figyelembe veszük, a másikat pedig. Soros György teljes armadája, amit felvonultat ebben a játékban, az nem azért érdekes, mert hogy Orbán Viktor és Magyarország kormánya, Magyarország kormányában mit tesz, hanem egy példát mutat. És másrészt az Európai Unió belül elkezdik ezt követni. És mi azt mondjuk, hogy azok a szereplők, akiket Soros György pénzzel, vagy akik ezzel az akcióval értenek egyet, egy demokratikus berendezkedési országon, Magyarországon, elmondhatják a véleményüket. Teljes joguk van arra, hogy álljanak ki a magyar emberek elé, mondják el, hogy ők mit szeretnének. De akkor mondják el azt is, hogy ezt kifinanszírozza, és mire kérnek felhatalmazást. És induljanak el a választáson, és mondják azt, hogy ők bevándorló országot szeretnének csinálni Magyarországon. Ez egy legitim törekvés lehet. Ha a többséget szerez ez az álláspont, akkor a Fidesznek nincs más dolga, mint tudomásul venni ezt az álláspontot. De mi más képviselünk. És ez nem működik, hogy a humánum, a felebaráti szeretet mázával leöntött szereplők, akik elmondják, hogy nincs más céljuk, mint a világbéke megteremtése, tesznek tönkre egy nemzetet, vagy képviselnek egy politikai ideológiát, de más mondanak a magyar embereknek.
akkor mindenki álljon ki a magyar emberek elé, és mondja, mit akar. A magyar emberek el tudják ezt dönteni, nem szorulnak gyámságra a tekintetben, hogy megmondják nekik, hogy hogyan kell erről a kérdésről gondolkodni. Ez egy álláspont, amit én képviselek. Én még nem láttam egyetlen egy szervezetet sem ezek közül, aki eljött volna a polgárdiban, hogy elmondja azt, hogy meggyőződnek arról, hogy miért lenne jobb önöknek azzal együtt élni, hogyha mondjuk a közel-keletről vagy Afrikából telepítenek embert, amelyeket Magyarországra. Ha ennyire legitim ez az álláspont, ezek az emberek miért nem látogatják végig a vidék Magyarországot, hogy győzik meg az embereket arról, hogy április 8-án ezért kell bevándorlókat támogató intézkedéseket hozni. Most ebben a játékban a politika is egy érdekes szereplő, hogyha megyünk egy kicsit tovább, Gyurcsány Ferenc, Szél Bernadett, Donald Gábor és Karácsony Gergely. Azért érdekesek ebben a kérdésben, mert amióta a bevándorlás, mint válság tényező jelen van Magyarország határainál és jelen van Európában, ezektől a szereplőktől legalább 3-4 álláspontot lehetett hallani. Kezdjük mondjuk Vona Gáborral. Vona Gábor bejutott a parlamentbe a Jobbikkal, mint egy szélső jobboldali párt, aki egy nagyon világos ideológia mentén egy nem kis társadalmi többséget szerzett magának. Emlékeznek vissza a Gárda egyenruhájára, emlékeznek vissza arra, hogy azokkal a jelszavakkal léptek be, amit én maximálisan nem utasítok a magyar parlamentbe, hogy ki kell léptetni Magyarországot az Európai Unióból, mert Magyarország saját lábán is képes ezt megállni. Ugyanez a politikai szereplő elmondja 2015-ben, hogy a kerítés ez nem megoldás semmire. Majd elmondja, hogy 16-ban a kerítés az ő ötlete volt. Majd elmondja 16 év végén, amikor jön a népszavazás, hogy a Fidesz terjessze be az alkotmánymódosítást, majd ezt a Jobbik megszavazza. Vagy mi azt mondjuk, hogy van egy kérdés, amiről az emberek 2014-ben nem döntöttek, tehát nem módosíthatjuk úgy az alkotmányt, hogy olyan kérdésben, amiről a magyar emberek nem döntöttek 14-ben, tehát nem tudhatjuk, hogy mi az álláspontjuk. Ezért meg kell kérdezni, és hogyha megkérdeztük őket, majd akarjuk módosítani az alkotmányt. Megkérdeztük a magyar embereket a szavazásra, vagy a népszavazásra, hogy elmenő magyar emberek 98%-a mond egy egyöntetű véleményt, 3 úgy jó ember, másik 2% pedig egy a bevándorlás támogató vélemény. Majd beterjesztjük a parlamenteri ezt intézkedést, és azt mondjuk, hogy nem szavazza meg ezt a típusú intézkedést. Majd a végén eljutunk oda, hogy most már lényegében az európai politika zászlós hívője a Jobbik ebben a kérdésben. Én csak azt a kérdést teszem fel, hogy aki egy kérdésben 4 álláspontot képviselt 3 év alatt, az mennyire lehet konzekvens abban a tekintetben, hogy most ígér a magyar választók. Egyedül a Fidesz volt az a párt 2015-ben. 16-ban, 17-ben és most 18-ban, aki egyet mondott ebben a kérdésben akkor is, és egyet mond azóta folyamatosan. Az LMP-től kezdve, akinek a ex és a jelenlegi képviselőik a parlamentben minden intézkedést megszavaztak, ami a bevándorlásra vagy a kóta kapcsán érdekes volt. A Gyurcsány Ferencben egy beszéljünk, mert kevés hajléktalan vitt haza mondjuk a déli pályaudvar aluljárójából az otthonába. Bevándorlókkal a sajtó kedvéért ezt megtette, meg kint futózkodott a kerítést megelőzően. Most ők is ugyanezt mondják, hogy a kerítés mégsem kellene levontani az egyedüli védőzónája Magyarországnak, ő kevésbé komolyan vehető. De itt van az MSZP párbeszéd új miniszterelnök jelöltje, akinek talán az álláspontja annál is többször változott, mint ahányszor a anyapártya változott az elmúlt x évben. Hiszen volt ő LMP-s, hogyha jól emlékszem, volt párbeszédes, most párbeszéd MSZP-s. Közben ugyanezt az MSZP-t mondta el, még LMP-sként, mint kizárt együttműködő partner a saját maga politikai párt családja tekintetében, és már ő ugyanennek az MSZP-nek a miniszterelnök jelöltje. Tehát ezt a politikai ívet végigkövetni, és ebben a konzekvenciát keresni, hát ez igencsak feladja leckét most. Ezek azok a szereplők, akik ma a Fidesszel szemben állnak az országgyűlés választáson. Ebből kell eldönteni, hogy kire lehet rábízni az ország sorsát ebben a tekintetben, és bár már mindenki azt mondja, hogy senki nem mondaná rá a kerítést, és senki nem akar meg bevándorlók ide telepíteni, honnan tudjuk, hogy április 9-én ugyanez lesz a vélemény, mint április 8-án. Mert ha csak az elmúlt 3 évet a rövid távú múltat vesszük figyelembe, akkor ezek az álláspontok gyakrabban változtak, mint a hazai időjárás, pedig az is eléggé kiszámíthatatlan. Itt is mondjuk tovább egyet. A bevándorlás kérdése tehát, ahogy én az előzőben mondtam, az egy olyan kérdés, amit nem önmagában érdemes megítélni, hanem abban is, hogy mit kockáztat az a politikai erő, aki ezt felvállalja. És még egyszer mondom, a mi meglátásunk szerint Európának arra kéne fordítani a saját maga erőforrásait, vagy a fejlettségét más kontinensekhez képest, hogy megpróbáljuk ezeket a helyzeteket rendezni.
megpróbáljuk a háborús viszonyok helyett békés pacifizálni a közel-keleti térséget, megpróbáljuk az afrikai kontinens felzárkóztatni, és mondjuk máshol nyelven a tekintetben Kínát, akinek olyan érdekeltségei vannak Afrikában, amit Európa elszalaszt. Tehát azok az országok, akik valóban komolyan gondolják azt, hogy a világpolitikának a meghatározó tényezői akarnak, hogy nem csak álmodoznak róla, mint ma jelenben az Európa, azok már nem azzal foglalkoznak, hogy hogyan telepítsék ezt a problémát a saját országukban, hanem hogyan tudják ezt a kérdést megoldani azokban az országokban, ahol ezek az ügyek keletkeznek. 2018-ig el tudtuk érni a 4%-os gazdasági növekedést, el tudtuk érni Magyarországon a munkanélküliség megszüntetését technikai értelemben, hiszen ma azt lehet mondani, hogy ha valaki elveszíti az állását, nagyon rövid időn belül tud Magyarországon állást keresni. Le tudtuk lassítani a népességfogyást, meg tudtuk kezdeni az adócsökkentésnek a politikáját, be tudtuk vezetni a családi otthon teremtési rendszert. Ma egy magyar fiatal, aki azt mondja, hogy fiatal pár, hogy a magyar népességfogyást, megállítást úgy szeretné támogatni, hogy három gyereket nevel, az lényegében 15 millió forint ingyen pénzt kap az adófizetőktől a magyar kormányon keresztül egy otthon teremtésre. 15 millió forint. Aki ma azt mondja, hogy három gyereket nevel vagy vállal, az 15 millió forintot kap. Ezzel lényegében megszüntetjük az egyik legmérvadó okát annak, hogy miért gondolja azt számtalan magyar fiatal, hogy megéri összehúzni a magát egy londoni albérletben ötöd magával, öt évig, hogy megteremtse azt a pénzügyi tőkét, amire haza tud jönni és tud egy lakást vásárolni, tud egy házat vásárolni. Ha ezeket az eredményeket valóban annak tartjuk, és azt, hogy az országnak a pénzügyi helyzetét összerendeztük, akkor április 8 bár a bevándorlásról szól, de mégis erről a kérdésről is szól. És ebben a munkában én azt gondolom, hogy a kormány önökkel összekapaszkodva ért el igazán komoly eredményeket, de ennek ellenére önmagában nem lesz képes a Fidesz megnyerni ezeket a választásokat. Sok egyéb témát próbálnak a választási hajrába itt napirendre hozni. Nagyon szívesen maradok és válaszolok bármilyen kérdésükre, akár a témában, akár a témán kívül. De a 2002-es országgyűlés választás bebizonyította, hogy ha a Fidesz csak magára számíthat és a fix támogatói körére, akkor az önmagában nem elegendő. Akkor tudja április 8-án ez a kormányzati erő megtartani ezt a bizalmat, hogyha önök segítenek ebben. Ha önök elmondják a saját barátaiknak, szomszédaiknak, ismerőségeknek, hogy mi a választásnak az igazi tétje. És senki nem állítja azt, legalábbis én semmiképpen sem szeretném azt állítani, hogy az elmúlt 8 év kormányzás az problémamentes lett volna. Hogy ne lennének nagyon-nagyon komoly megoldandó kérdések, akár az egészségügyi betállást töltött. Én csak azt a kérdést szeretném önöknek feltenni, hogy kinek hiszik-e jobban, hogy ezeket a kérdéseket meg tudják oldani. Annak, akik rendelkeztek ezzel a felhatalmazással 2002 és 2010 között, és az összes ilyen ügyben eredmény nem tudtak szállítani, az átkát ennek a kormányzásnak azt láthatjuk, hogy annak, aki lépésről lépésre nem hiterekből, hanem a saját erejének, a saját ország saját erőforrásának köszönhetően tudta ezt a munkát elvégezni. Én azt gondolom, hogy ma nincs olyan politikai erő Magyarországon, aki garanciát tud adni arra, hogy az ország előtt álló nem demográfiai, nem bevándorlási kérdéseket, hanem az ország előtt álló szakpolitikai kérdéseket meg tudja oldani, mint a Fidesz. Ehhez azonban arra van szükség, hogy önök segítsenek ezen a munkában. Én válaszolok minden kérdésükre, azt kérem, hogy segítsenek abban, hogy ezt az üzenetet vigyék el minél több emberhez, hogy igenis ennek a választásnak van tétje, és ez a tét jócskán túlmutat azon, ami a 2018-as országgyűlési választás. Ez a tét a következő évtizedekre határozza meg a Magyarország jövőjét. Köszönöm meg tisztelt figyelmet! Tessenek parancsolni, hogyha kérdések vannak, akkor nagyon szívesen. Ha nincs kérdés, akkor engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem a lehetőséget, hogy ma este önökkel lehettem. Képviselőnek, polgármesternek jó munkát szeretnék kívánni, és önöktől pedig még egyszer azt kérni, hogy segítsenek ebben a munkában a következő 19 napban, már nincs sok hátra. Én is tépegetek egy ilyen visszaszámláló naptárat az irodában minden egyes nap, és már azért imádkozom, hogy minél hamarabb legyen 8-a. Mert azt gondolom, hogy van ebben az országban olyan komoly tartalék, ami igenis megmutatta az elmúlt években, hogy mi magyarok tudunk fellemelt hővel járni. Én akár ezen a 93 km-en belül vagy azon kívül
magyarként, és ennek a nemzetnek pont azért van jövője, hogy záró gondolatként ezt megfogalmazhatom, 1000 év után is a Kárpát-medencében, mert az elmúlt 1000 évben azokon a helyeken, ahol a magyar embereknek helyet kellett állniuk, mindig álltak olyan magyar emberek, akik össze tudták fogni ezt a közösséget. És az, hogy lesz-e a következő évtizedekben vagy évszázadokban is magyarság, az annak a kérdése, hogy mi ugyanígy össze tudunk-e kapaszkodni egymással. Akkor is, hogyha baloldali, akkor is, hogyha jobboldali értékrendet vallunk magunkénak, mert mindannyian magyarok vagyunk ebben a kérdésben. És azt gondolom, ez sokkal fontosabb annál, mint ami adott esetben nézőpontbeli különbségként elválaszt bennünket. Köszönöm szépen, és további jó napot! Köszönöm szépen, nem illik most hozzászólni. Tehát kérdésem nincs, de hozzászólásom van. Akkor önzárja a először is nagyon szépen köszönöm önnek ezt a kimerítő tájékoztatást. És csak azt tudom ígérni, amit a magam nevében, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy magamon kívül, akire még van befolyásom, azokat magammal vigyem majd át és nyolcadikán. És tudjam, hogy hova adjuk a jelünket. Hajrá Fidesz, hajrá Magyarország! Na ezt megköszönjük! Még egyszer szeretném megköszönni én is a színvonalos előadást, és hogy elfogadta a polgártól a meghívást, és hát érezzük a törődést, úgyhogy stílusosan egy törődés. Törődés. Ez a 8. állást. Köszönöm szépen, hogy megjött. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek, hogy ma este ide fáradt. Én arra biztatom önöket, hogy ezeket a hallottakat próbáljuk meg befogadni és feldolgozni. Nem szeretném húzni a szót, meg nem is írjuk a lezárás után, de nagyon nagy tétje van április 8-ának, és miniszterhelyettes úr adott egy sajtótájékoztatót előtt, és én abból kihallottam a kistérségek fejlesztésének a kérdését, és nagyon sajnálom, hogy ez kimaradt a ma esti előadás. Ugyanis április 8-ának az is a tétje, hogy a még hátralévő és megoldatlan feladatokat tovább tudjuk-e vinni, és én ebben kérem a polgárdiak segítségét és a polgárdiak támogatását. Ebben a szellemben kívánok mindenkinek kellemes estét, és kérem, aki teheti, az ne rohanjon el, hanem itt még egy kis beszélgetésre maradjunk együtt, és maradjunk közösen együtt. Minden jót kívánok, szép estét!